Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ez pedig a Snowblind című játék átbeszélő videója. Na, hát túl vagyunk egy játékon. A felfedező csapatunk sikeresen teljesítette a küldetését, sikeresen felfedezték a déli sarkot, lehelyezték az ászlót, és bár nem teljes létszámmal, mert hát ahogy az látszódik, sajnos volt, aki hátra maradt, de majdhogy nem teljes létszámmal a csapat sikeresen elérte a hajót, onnan pedig boldogan mehetnek haza. Úgyhogy ennek örömére én szerintem mi se nagyon húzzuk itt az időt, nézzük a játék egyes pontjait, ahogy azt szoktuk, kezdve a komponensekkel és az alkatrészekkel. Bár mielőtt belemennénk itt a részletekbe, előtte még engedjetek meg nekem egy nagyon rövid kis gondolatot itt a komponensekkel kapcsolatban, hát pontosabban egy dicséretet. Mert hogy engem ennek a játéknak a komponensei, meg hogy vajon, hogy lenyűgöznek, mert hogy elsőre megnézve a játékot, úgymond a játék ilyen egyszerűnek, olyan kis szimplának, olyan kis semmilyennek, olyan kis zordnak tűnik. Mondjuk tény is való, hogy a játék zord, tehát szó se róla, erről majd fogunk beszélni. Viszont, hogyha jobban megnézzük a komponenseket, láthatjuk azokat a kis finom apróságokat, amikből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a kiadó és a szerző nagyon is odafigyelt a játékra, a kis apró részletekre. Na de, hogy miről is van szó, nézzük meg ezeket egy picit közelebbről akkor, és akkor kezdjük a kartonelemekkel. Hát, van itt nekünk egy kezdőjátékos elölő, nyilván többfős játéknál erre szükség van, én most csak így ide raktam, bár nem kellett volna. Aztán ugye a zászló, mint a hajótokenek, ezekből ugye van több is, hogyha többen játszunk, vagy hogyha egyedül vagyunk, akkor is tudunk ugye válogatni itt a különböző nemzetek között. Aztán van nekünk itt egy ilyen medál, ez szintén többfős játék esetén kerül elő, az a játékos kapja, aki először lehelyezi a zászlót, és mindemellett visszaér a kapitánnyal a hajójára, plusz győzelmpontot ér a játék végén, erről majd még beszélünk, és akkor ezen kívül vannak ezek a, hát én ugye emlékszem, hogy ilyen kutatás, vagy nem is tudom milyen tokeneknek, ilyen felfedező tokeneknek hívja a játék ezeket a tokeneket. A lényeg, hogy bármilyen kartonelemet nézünk, mindegyik nagyon szuper, megfelelő keménységű, vastagságú, a méretük teljesen jó, úgyhogy én maximálisan meg voltam ezekkel elégedve, tényleg nagyon szuperek. Aztán vannak itt nekünk kártyák, ezek is nagyon jó minőségűek, tényleg jó vastag kártyalapokról van szó. Ha megnézitek, ezek ilyen fényes lapok, tehát nem ilyen szövetes kártyákról van szó, viszont ez semmit nem mond le a minőségükből, mert mint említettem, tényleg jó vastag kártyákról van szó. Na most a kártyákon lévő információ teljesen megfelelő, hát mondhatnánk azt most nyilván, aki ismer engem, lehet azt várja, hogy mondjam azt, hogy hát lehetnének a kártyák kisebbek, ami valamilyen szinten igaz is egyébként, mert valljuk be, hogy a legfőbb információ, ami nekünk kell, az itt a bal felső sarokban van, ugye itt a számérték, bár azért ide tegyünk egy csillagot, erre majd mindjárt visszatérek még, de egyébként nem zavaró, tehát jó így, ahogy van, mert maga a játék sem annyira nagy, mármint így az asztalban elfoglalt területe. Szerintem teljesen megfelelő ez így. Na most, aki kártyavédőzni szeretné a játékot, én nem néztem meg pontosan, de ha tippelnem kéne, akkor ez a klasszikus pandemic kártyaméret. Én nem éreztem szükségét egyébként, hogy kártyavédőzzem a lapokat, mert hogy, ahogy említettem is, egyrészt nagyon jó minőségű lapokról van szó, másrészt pedig nincsenek kevergetve, kavargatva. Tehát tényleg a játék elején kell előkészíteni a paklit, onnantól kezdve pedig mindig a forduló végén egyet fel kell csapni. Úgyhogy igazából ennyi. Úgyhogy én ezekkel is meg vagyok elégedve. Aztán falkatrészek. Na itt van az az első dolog, ami rögtön úgy feltűnik, ugye, hogy valamilyen szinten azért igyekeztek a témát is belerakni a játékba, de mindemellett a funkcionalitásra is törekedtek, mert hogyha megnézzük, azért a felfedezők azok szépen ki vannak dolgozva, meg ugye a sátor is, viszont minden más, hát az csak úgymond ilyen funkcionális, tehát sima kocka, meg ilyen kis jelölő. Hozzáteszem, hogy annyira sima kocka, hogy a sima ellátmány kocka az ilyen kis csupasz kocka, tehát még csak nem is ilyen színes kockáról van szó, ami abszolút megfelelő, tehát sőt, szerintem még jobban illik is így a játéknak a témájához. Hát nyilván az ételnél ott ugye ki kellett színezni a kockát, hogy meg tudjuk különböztetni, meg van nekünk ez a hordó, ez is teljesen jó, úgyhogy én ezekkel meg voltam elégedve, ezek szerintem így jók, ahogy vannak. Mint említettem, tényleg a emberek is jól ki vannak dolgozva, meg a kis sátor is. Aztán itt vannak a kockák, azok is nagyon szuperek, és talán akkor itt van az a pont, ahol egy picit beszéljünk úgy általában a játéknak a külleméről, a megjelenésről, úgy az asztalképről, meg azokról a kis apró finomságokról, amikről az előbb beszéltem. És akkor menjünk most visszafele így majd sorrendbe. Hát egyrészt, hogy ránézünk az asztalképre, mint ahogy említettem, így elsőre is,
hát olyan semmilyennek, olyan kis egyszerűnek tűnik, de egyértelműen nagyon zordnak is, és egyébként ez az illusztrációkban mindenütt megfigyelhető. Tényleg az asztalképen, mint a főtáblán is, itt ezen a képen is, a kártyákon is, ez a hideg, ez a rideg, zord hangulat, ez végig itt van velünk a kártyákon is. De hát nyilván egyébként, amikor először találkozunk a játékkal, akkor a doboznak a képe tárul elénk, ami még igazából egy sima, egyszerű kép, tehát ebből még úgy nagyon sok mindent nem is tudunk leszűrni, bár azért az zordság már ott azért látszódik, hogy na, mire lehet számítani egy ilyen játéknál, és egyébként a játék abszolút hozza ezt, tehát ami a téma a játékban, az abszolút benne van, tehát elő is jön, tehát a mechanikákat olyan szinten nagyon jól összehozták. Na most itt az apró finomságokra szeretném itt a hangsúlyt tényleg így kicsit így, vagy hát a fókuszt ráhelyezni. Tehát erre a zordságra. Hogyha megnézitek a kockákat, mondjuk egy picit közelebb, tehát nem csak ilyen sima kockák, ilyen sima számértékekkel, hanem már ott a, hát mondjuk úgy, hogy a betűtípusnál is látszódik, hogy ugyanazokat a, az a, ugyanaz a betűtípus van használva, mint a kártyáknál, ami már önmagában is egy picit olyan zord hangulatú, ha szabad így fogalmazni. És tényleg nagyon szuper egyébként. Én amikor ezt így megláttam, tényleg lenyűgöző, hogy ilyen apróságokra, de mégiscsak figyeltek. Aztán tovább menve, nem is tudom, mi volt itt a következő, a falkatrészek. Ugye említettem, hogy a falkatrészeknél már azért a téma itt jelen van, hát egyértelmű ugye itt a sátor, valamint hát ugye a felfedezők. És érdekes, hogyha megnézitek, hogy a felfedező az nem egy sima méből, hanem hát rendesen ki van dolgozva, ezt is mindjárt megpróbálom egy kicsit közelebbről, így, talán jobban fog látszódni. És hogyha megnézitek, tehát a felfedező is, hogy mondjam, tehát egy olyan ember alakot próbál ugye itt illusztrálni, mint hogyha így neki feszülne a szélnek, ahogy megy előre, és ahogy egyre nehezebb mennie. Tehát, hogy ott is próbálták valahogy ezt belerakni. És nagyon szuper volt számomra egyébként látni, hogy nem elégedtek meg a készítők egy sima meeple-lel, pedig megtették volna, de nem, itt is belerakták ezt, és tényleg nagyon-nagyon szuper. Én ennek is nagyon örültem. Apróság, tudom, de na, ilyen apróságokban, ilyen kis részletekben van sokszor tényleg a lényeg, én szerintem, mármint ami így azt mutatja, hogy mennyire figyelnek oda egy játékra. Aztán a következő mi volt? A kártyák. A kártyáknál is ugye, mint említettem, itt vannak ezek a zord, tényleg rideg képek, hát csak meg kell nézni ugye a kártyákat is, már is mutatom. És itt a kártyáknál van egy másik nagyon érdekes dolog, amit hogyha megfigyeltek, mert hogy ugye azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen itt a kártyáknál minket ugye az érdekel, hogy milyen a számérték rajtuk, mert hát ugye a szabály szerint ugye az büntet minket. Viszont, hogyha jobban megnézzük a kártyákat, érdekes, hogy itt a négyes kártya esetén, ugye itt akkor, tehát hogyha négyes dobunk, akkor fogunk majd sérülni, ha csak egyedül vagyunk. Ha már valaki van mellettünk, akkor nem. És milyen érdekes, hogy itt egyetlen egy ember van. Tehát azt mutatja a kártya, hogy mikor sérülünk. Ugyanígy az ötösnél, ugye ott már mind a két ember, tehát hogy többen vagyunk is sérülünk, ott már csak a sátor, ami megvédene minket, és itt tényleg két ember van. Hatos érték esetén, ugye itt a szabálykártyán lehet látni, hogy ott már a sátor sem véd meg minket, és itt pont egy sátor van jelezve, hogy itt bizony már az is sérül. Olyan kis apróság, és tényleg megtették volna, hogy csak valami sima, akármilyen illusztrációt tesznek oda, mint ahogy egyébként megtették a kettes és a hármas esetén. Hát nyilván azok ilyen teljesen jellegtelen értékek, mármint olyan értelemben, hogy örülünk nekik, de mégiscsak ezeknél az értékeknél odafigyeltek, hogy ezek az információk is ott legyenek. Nagyon szuper. Én tényleg annyira örültem, amikor ezt így megláttam, hogy ilyenekre figyeltek. Aztán tovább menve, ugye így visszafele haladunk, akkor a karton elemeknél is. Hát egyrészt itt vannak ezek a kutatás, vagy ilyen, nem tudom, milyen tokenek. Itt hát nyilván ezek az oldalok ugyanazok, a másik oldal pedig hát különböznek, de egyébként ez a három illusztráció van.
Nyilván nem sokat számít, mert amikor megkapjuk őket, igazából csak győzelmi pontot fognak kérni, majd erről fogok beszélni, tehát több fős játék esetén, meg nyilván egy fős játék esetén, hogyha azt a játékmódot használjuk, az a lényeg, hogy meglegyenek, a grafika mindegy, de mégiscsak odafigyeltek ilyen szinten is egy picit a részletekre. De ahol még jobban odafigyeltek a részletekre, az például a hajók. Mert hogy megtehették volna, és hát valljuk be, hogy vannak olyan játékok, ahol meg is teszik, hogy igazából majdnem mindegy, hogy milyen illusztráció van, egyszerűen csak kicserélték volna a zászlókat. Itt viszont figyeltek arra, hogy minden egyes hajó különbözik. Tényleg, tehát nem csak a zászló, hanem maga a hajó is. Ez is megint egy nagyon apróság, mert maga a hajó szinte alig van a játékban. Tényleg csak ott van, nem is figyelünk rá. De mégiscsak oda figyeltek erre. És nyilván azért számít ez egyébként ennyire, legalábbis én így vagyok vele, mert hogy azt látni kell, hogy ennél a játéknál nem nagyon tudtak máshol belenyúlni, ahol úgymond a részletekre odafigyeltek volna. Viszont ahol meg megtehették, még hogyha nem is volt fontos, és ezen van itt a hangsúly, még ha nem is lett volna fontos, de megtették. És ezek tényleg kis apró, kis finom dolgok, de ezek mutatják szerintem az ilyen kis apróságok, hogy mennyire odafigyelnek egy játékra. Úgyhogy én, amikor ezeket megláttam, tényleg nagyon-nagyon megörültem, hogy ilyen szinten oda lett figyelve így a játékra. Hát talán így elsőre egyébként, ami úgy érdekes volt számomra, ennek a táblának itt a széle, ugye itt a pontozó sáv, mert hogy hát a játék végén pontozunk, akár írhatnánk egy papírlapra is, egyébként nyilván ott van, mégis játék végén akár a zászlót is tudjuk használni, mert akkor nyilván azzal kezdünk, hogy megnézzük, hogy kinek hol a zászlója, és akkor levesszük, és akkor odarakjuk, hogy hány pontot ér, és akkor onnantól kezdve a zászlóval tudjuk tovább jelölni, hogy kinek mennyi pontja van, mert egyébként a játékosoknak nincs más semmilyen jelölője, amivel itt a győzelmi pontot kell, de mint említettem, ezt meg elég a játék végén. De összességében egyébként tényleg maga az asztalkép szerintem úgy teljesen rendben van, bár azt hozzá kell tennem, hogy én szerintem itt azért az emberek három csoportra oszlanának, ami az asztalképet illeti, lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy hát igen, ez így a jó, ahogy van, ez a zord, ez a rideg, ez a ilyen semmilyen asztalkép. Hát lennének azok, akik azt mondanák, hogy hát azért ezt sokkal-sokkal szebben is meg lehetett volna valósítani, és valahol kettő között is lennének emberek, akik azt mondanák, hogy hát kicsit talán, ha szebben meg lett volna csinálva, nem lett volna gond, de így sem annyira rossz, tehát valahol a középutat választanák. Az én szubjektív véleményem az, hogy szerintem ez így tökéletes, ahogy van. Megmondom őszintén, azért sem nagyon várom el azt, hogy itt ilyen nagyon csili-villi legyen, mert az lehet, hogy elterelte volna a játék ridegségéről, a tényleges témáról a figyelmet. Márpedig, hát na, itt azért ténylegesen lehet érezni, és egyébként mechanikailag, majd erről fogunk beszélni, de nagyon is visszaadja a játék ezt a rideg hangulatot, tehát ezt a kitettséget, mert amikor elkezdünk dobálni ezekkel a kockákkal, hát ott azért, na, vannak bajok. Láttátok, nálunk is azért nem sok dolog maradt, úgyhogy én abszolút meg voltam ezekkel elégedve. Na, tovább menve itt az asztalképről, a ikonográfiára, és akkor ezek alapján ugye a nyelvfüggőségre, sehol nincs szöveg a játékban. Egyedül a hajók vannak elnevezve, tehát ott van szöveg, sehol máshol nincs semmilyen szöveg, úgyhogy a játék abszolút nyelvfüggetlen, és ami azt illeti, én az ikonográfiával is maximálisan meg vagyok elégedve, tényleg, hogyha megnézzük az akciókat, szinte önmagáért beszélnek, talán ez az akció az, ami egy kicsit úgy nyilván magyarázatra szorul, de itt a szabályban az is benne van, de minden, amire ránézünk, én szerintem, hogy mondjam, egy olyan ember is majdnem meg tudná mondani azt, hogy mi mit csinál, aki még nem is játszott vele, ha csak az első akciót elmondjuk, utána szerintem már, mivel az összes többi szinte hasonló ugye, illusztráció, szerintem már szerintem magától rájön az ember. Ugyanígy az a szabálykártya is, ugye, hogy akkor mikor, meg hogyan sérülünk, az is annyira önmagáért beszél. Tehát nagyon ügyesen megvan oldva egyébként itt az ikonográfia, úgyhogy erre egy nagy-nagy piros pontot tudok adni, meg magára a nyelvfüggőségre is, tehát már olyan értem be, hogy nyelvfüggetlen a játék. És akkor menjünk is tovább a tanulhatóságra és a szabályra, mert hát na, a szabály az viszont angol, tehát nyilván azt el kell tudni olvasni, meg kell tudni tanulni, viszont szerencsére ez egy nagyon egyszerű játék, mert hát na, látjátok, tényleg csak az akciókat kell megtanulni, meg egy-két ilyen dolog van nyilván, hogy akkor most mikor számít aktívnak egy zóna, meg a aktív játékos, hogyha már le van ugye fordítva, akkor már nem, és a többi. Pár ilyen apróság van, de alapjában véve nagyon egyszerű. És tényleg ez az is bizonyítja, hogyha megnézzük, hogy itt csak egy kép van, itt ténylegesen csak az előkészület, tehát a setup,
és a fő játéknak a dolgai az tényleg ezen a két oldalon vannak, itt is jó nagy kép, tehát ténylegesen itt van minden, amit tudni kell a játékról, meg itt van még egy pár információ itt a forduló végéről, meg a pontozásról. Tehát ennyire egyszerű a játék. Mert itt már ténylegesen csak az egyfős játékról van szó, meg a, hát ez az epic játék, hogyha többen vagyunk, akkor is lehet ilyen hosszabb játékot játszani, de ennyi, tehát nem egy bonyolult szabály. Egyébként amennyire lehet, tényleg mindenre kitér a szabály, én legalábbis olyan, nagyon, olyan dolgot nem tapasztaltam benne, ami olyan nagyon kérdésekre adott volna okot, szóval én meg voltam ezzel elégedve, és tényleg hangsúlyozom, hogy egy egyszerű, gyors, pörgős játékról van szó, amit tényleg gyorsan meg lehet tanulni, és gyorsan le is lehet játszani. Úgyhogy erre is egy nagy piros pontot tudok adni. Na, újrajátszatóság. Hát itt van az az első dolog, ahol igazából már itt érdemes azért különválasztani itt a játékot az egyfős, meg a többfős játék élmény között, mert itt ténylegesen van különbség már az újrajátszatóságban, és talán emiatt is volt az, hogy amit említettem nektek itt az előkészületek során, hogy én annyira nem ajánlom ezt a játékot egyfőre. Mert hogy azt látni kell, hogy az egyfős játék az igazából mindig majdnem ugyanaz lesz. Tehát mindig az lesz a célunk, hogy valahogy azt a sok ellátmányt valahogy előre lapátoljuk, tök mindegy, de valahogy előre kell hozni, miközben meg a kapitánnyal azért, hogy szépen-szépen haladni kell előre, és nyilván azt kell kitalálni, hogy éppen az adott kockadobások mellett akkor ezt hogyan tudjuk megtenni, tehát hogy éppen melyik emberkénket küldjük vissza, küldjük előre, és a többi, és a többi, de igazából mindig ugyanezt fogjuk csinálni. És azért, mert hogy itt 8 forduló van, és ez egy kötelező ilyen győzelmi feltétel, hogy ide kell jönni, meg vissza kell érni. Szóval ez van. Ettől függetlenül nyilván valaki szereti ezt, viszont az nagyon fontos látni, hogy mivel itt egy kötelező dologról van szó, ráadásul egy időre teljesítendő valamiről, ezért itt az egyfős játék, mivel mindig ugyanazt csináljuk, de ki vagyunk téve a kockáknak, egy szerencsejáték. És persze most mondhatnánk azt, hogy oké, de hát a többfős játék is egy szerencsejáték, mert ugyanúgy kockákkal dobunk. Igen, csak hogy többfős játék esetén ott van a verseny. És maga a verseny, mint tény, hogy ott ténylegesen többen vagyunk, és versenyzünk egymással, már újrajátszhatóságot is ad a játékhoz. És akkor ezt egy picit tényleg beszéljük át, mert nyilván ti most láttátok, hogy működik az egyfős játék, de szerintem nem olyan nehéz elképzelni, hogy mi lett volna, hogyha lett volna itt mellettünk még egy játékos, akkor nyilván már másképp kell gondolkodni, hogy hogyan vegyük ki a kockákat, mikor vegyük ki a kockákat, egyáltalán ott merjünk-e hagyni egy kockát, mert azért lehet látni, hogy valamikor ugye kicsit előre kell tervezgetni, elő kell készíteni a dolgokat, de onnantól kezdve, hogy megjelenik a verseny, az már egy interakció is a játékban, ami mindenképpen az újrajátszhatóságot növeli. Tény is való, hogy már maga a kockáknak az eredménye, tehát a random faktor is újrajátszhatóságot ad hozzá, de itt tényleg egy nagyon fontos tényről van szó, hogy míg egy fős játék esetén egy célt kell adott időn belül elérni, és az csak ugyanúgy lehet megcsinálni, hogy lapátoljuk előre azokat a bizonyos ellátmánykockákat, és közben igyekszünk végigmenni meg vissza a pályán. Többfős játék esetén nem erről van szó, mert ott nincs cél. Nyilván több pontot kapunk, ha sikerül megcsinálni ezeket, mert hát nyilván ott van a medál is, amit akkor kapunk meg, ha ide tudunk érni meg vissza, de ott más dolgokért is kapunk győzelmi pontot, innentől kezdve a játékosok választhatnak, hogy milyen dolgokra mennek rá. És onnantól kezdve már nem feltétlen egy ilyen mindenáron elérhető, vagy mindenáron elérendő cél az, hogy ide jöjjünk, meg visszamenjünk. És na, itt van a különbség igazából az újrajátszhatóságban is, hogy ettől több az újrajátszhatósága, amikor többen vagyunk. És akkor én szerintem egy picit most már menjünk bele így egybe a taktika, stratégia, meg a mechanikába, meg akár a témában is. Az egyértelmű egyébként, hogy ez főleg egy taktikai játék, mert mindig alkalmazkodnunk kell a kockadobások eredményeihez. Mármint olyan értelemben, hogy most dobjuk, aztán ha esetleg rossz lesz vagy jó lesz, a későbbi döntéseinket befolyásolják, mert nagyon sokat számít, hogy mennyi ellátmány marad egy-egy helye. Tehát inkább egy taktikai játékról van szó, tehát sokkal inkább az a oldala az erősebb a játéknak, viszont többfős játék esetén egyértelműen van némi stratégia is a játékban, mert hogy többféleképpen lehet hozzáállni a játékhoz. Mert hogy többfős játék esetén, ugye, és akkor most már nem rébuszokba beszélek, mert szerintem mutattam nektek ezt is a végigjátszás során, ha jól emlékszem, tehát ugye ez a pontozó tábla.
Ott lehet látni, hogy a játék végén miért fogunk győzelmi pontokat kapni. Egyrészt, hogy még zónában van a zászlónk, aztán ha valakinek egyáltalán megvan a medál, ez egy nagyon komoly verseny egyébként, hogy kinek lesz meg ez a medál. Egyébként 2 pontot ér, ami nem tűnik soknak, de egyébként az, hogyha megnézitek. Aztán ott van, hogy minden 2 darab ilyen sátor, vagy több fős játék esetén több sátorral is, vagy tehát ilyen táborhelyen indulunk. Tehát minden 2 már 1 pontot ér, minden 3 ellátmánykocka az 1 pontot ér, minden egyes ilyen felfedezőnk, aki ténylegesen visszaér a hajóhoz, tehát a hajónál van a játék végén, az 2 pontot ér, nagyon sokat számít. Aztán itt vannak ugye ezek a tokenek, ezek is 1 pontot érnek. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy itt is már lehet egy némi stratégia. Lehet, hogy van, aki mondjuk úgy, hogy egy adott stratégiával indul, vagy hát játékstílusa, ahogy tetszik, lehet, hogy rálép a gázra, marok számra dobálja a kockákat, és valahogy kijön neki a dolog, de aztán valahogy annyira felbátorodik, hogy továbbra is marok számra dobálgatja a kockákat, és aztán egyszerűen nagyon nagyot fog bukni. És rögtön rákényszerül, hogy akkor lépjen a fékre, sőt, hát húzza be a kéziféket. És akkor már is egy picit másképp kell majd hozzáállni a játékhoz. De lehet, hogy lesz, aki ténylegesen biztonságos játékot fogja választani, szép, lassan halad előre, inkább a tutira, és lehet, hogy rájön arra, hogy ő nem fogja tudni megcsinálni oda-vissza az utat, mármint, hogy meg tudná csinálni, csak lehet, hogy már nem időben, akkor nem biztos, hogy rá fog menni, mert lehet, hogy egy másik játékos sokkal szerencsésebb volt. De még mindig ott van számára a lehetőség, hogy akkor szépen elkezdje valahogy visszacsoportosítani az embereket a hajóra, mert az is győzelmi pontot ér, vagy több ellátmányt próbál meghagyni magának, mert az is győzelmi pontot fog érni. Tehát itt is látszik, hogy azáltal, hogy a többfős játékban ugye győzelmi pontokra megyünk, és ezeket a győzelmi pontokat különböző helyekről lehet megszerezni, nem csak egy út vezet a győzelemhez, hanem akár több is, és különböző már más stratégiák. Úgyhogy tényleg nagyon jól össze van rakva többfős játék esetén ez a taktika stratégia is, meg tényleg az, hogy mennyire jól működik ez a verseny is a játékban, mert nagyon-nagyon erős húzóerő tud lenni az, amikor látjuk, hogy valakinek nagyon megy a szekér, valakinek meg nem, és lehet, hogy minket is arra sarkal, hogy akkor egy picit lépjünk rá a gázra, vagy éppen a fékre. Szóval nagyon-nagyon szuper. Aztán tényleg látni kell, hogy többfős játék esetén itt azért az interakciók, amiről már itt aztán beszéltem, hogy kivegyük-e a kockát, melyik kockát, mikor vegyük ki. Mert itt egyfős játéknál azért lehetett látni, hogy azért így elő kellett készíteni a dolgokat, hogy először ez, meg ez, és akkor utána majd kiveszük azt a kockát, mert akkor ugye nagyobb eséllyel dobunk rosszat, kvázi, de többfős játéknál ezért mindig ott van az emberben, hogy hát nem biztos, hogy ez a kocka ott marad, mire megint én leszek. Tehát előkészíthetem én a dolgokat, csak már a kocka nem lesz meg. És nyilván minél többen játszunk, azért azt látni kell, hogy a jó kockák nyilván hamar el fognak menni, ott még jobban kell úgymond tervezni, hogy ne felejtsük el, hogy oké, ha többen vagyunk, elmennek a jó kockák, de akkor úgy csoportosítsuk itt az embereket, tehát hogy most tudós, meg tengerész, tehát hogy úgy legyenek jelen majd az egyes zónákba, hogy hát lehet, hogy csak olyan kocka fog maradni, hogy azért tudjunk jó lépést tenni. Tehát ott azért nyilván jobban kell majd figyelni. De egyébként a játék tök mindegy, hogy most 2, 3 vagy 4 fővel játszuk, mindegyik esetben egyébként gyors pörgős lesz, mert tényleg csak annyi, hogy elveszük a kockát, végrehajtjuk, oké, jön a következő, ő is elveszi, végrehajtja, megint elveszi, végrehajtja, és akkor megint mi jövünk. Tehát egy nagyon gyors játékról van szó. Annyi, hogy na, az interakció igazából itt van a kockáknak az elvételében, itt szinte semmi interakció nincs, azon kívül, hogy látjuk, hogy kinek hogy megy az a bizonyos szekér, és nyilván hát reagálnunk kell rá, akár egy ilyen stratégiával, hogy akkor mi most hogyan akarunk győzni pontot szerezni. És egyébként ez az a pont, amit tényleg itt próbáltam itt mondogatni is, hogy mennyire, de mennyire fontos az, hogy ez egy versenyjáték, és ez a része nem működik jól igazából egyfős játéknak, mert nyilván egyfős játék esetén nincs verseny. Viszont többfős játék esetén ez egy nagyon-nagyon szuper versenyjáték, mind a mellett, hogy gyors, pörgős, hát ez az igazi push-your-luck mechanika, amit aztán lehet a végtelenségig, mert mint említettem, lehet, hogy valaki marok számra dobálja majd a kockákat, ha valaki ilyen szerencsejátékos vénával rendelkezik, lehet, hogy úgy fog élvezni a játékot. Úgyhogy nagyon jól össze van rakva, ami azt jelenti. És tényleg a mechanikák is olyan szuperul, hogy mondjam, meg van csinálva, hogy tényleg ezek a kockáknak az értéke is, hogy azért nem mindegy, hogy melyiket vesszük ki, még hogyha ugyanaz az akció is, azért a nyolcadul kocka az tud fájni, valljuk be azért ott 6 felett, tehát na, tényleg ez a rideg, ez a kemény
ilyen déli sarki körülmények, hogy tényleg minden egyes lépésért meg kell küzdeni, sőt, minden egyes plusz akcióért konkrétan rizikóval fizetünk, ha belegondoltok, tehát úgymond azzal a lehetőséggel, hogy még rosszabb lesz utána, meg még rosszabb. Mert ugye egyre több és több kockával fogunk dobni, és annyira érdekes tényleg ez a mechanika is, tehát pontosabban a forduló elejei döntésünk, hogy kivettünk egy kockát, végig fog minket követni abban a fordulóban végig, mert az összes kockával folyamatosan dobni fogunk. Egyszerűen zseniális, és tényleg egyre inkább feszült ebbe a helyzet, minél több kockával dobunk, és minél több kockánk van, annál jobban meg kell fontolni, hogy akkor most biztosan ki akarunk venni egyet, vagy nem. Ha nagyon olyan helyzetben vagyunk, hogy már pedig muszáj valamit még csinálni, mert különben lemaradunk, akkor be kell vállalni. Tehát egyszerű döntést kell hozni, de egy nagyon komoly, mély döntést. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól működik. Azt még fontos látni egyébként, hogy többfős játék esetén azért bejön még ez a két kocka. Hát na, ez az, ami nem tud minket bántani, ugye? Mondjuk olyan sok mindent nem is csinál, de valamikor csak erre van szükség. Azért azt is látni kell, hogy egy emberrel tudjunk mozogni meg egy ellátmánnyal mellett, hogy pont annyi lesz majd a híja valahol. Meg van még egy másik kocka, hát az már 8 oldalú, viszont cserébe nem be kell adni egy ellátmánykockát, hogy kettő ételt kapjunk, mint itt, hanem simán kapunk két ételt. Szóval azért nem gyenge. Úgyhogy, hát így működik ez többfős játék esetén. Hát nyilván ezeket okkal veszik ki egyfős játék esetén. De mint hangsúlyoztam, tehát ez többfővel nagyon-nagyon szuperul működik. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani ezt a játékot. Már csak azért is, mert egyszerű, gyors, pörgős, és olyan igazi kis versenyhangulatot teremt. Na, hát gondolkodom, hogy miről nem beszéltem. Ugye beszéltünk a nyelvfüggőségről, tanulhatóság szabályról, újrajátszatóságról, taktika stratégiáról, a mechanikákról, amik tényleg szerintem nagyon szuperul így meg vannak valósítva, a témáról, ami abszolút jelen van, és a játékmenetről is, ami tényleg egy jó pörgős játék, úgyhogy én nagyon nagy szívvel tudom ajánlani ezt a játékot mindenkinek, aki szereti az ilyen típusú játékokat, szereti a szerencsejátékokat, úgymond, mert olyan értelemben, hogy a push your luck mechanikát szereti egy kicsit úgy a szerencséjét kipróbálni. Úgyhogy, hát hogyha valaki esetleg játszott a játékkal, vagy esetleg lenne még kérdésetek a játékkal kapcsolatban, vagy véleményetek, írjátok meg ezeket kommentben, hogy nektek mi a véleményetek a játékról, vagy ha kérdésetek van, én pedig akkor majd igyekszem ezekre reagálni, hogy azt szoktam, és akkor ennyi lett volna most, találkozunk a következő videóban.